Sokan kérdezik, hogy nem sajnálom, hogy így megkínzom. Nyilván nem. Azért vagyok szakember, hogy pontosan tudjam, hogy mennyi a megterhelés, mennyit bír. És ráadásul szerencsém van Franciskával, céltudatos, okos, alázatos. Tudja a céljainkat, nem kell külön motiválnom. Itt az edzője vagyok. A pályán kívül az édesapja. A helyi bajnokságon is helytáltam. Az első helyezést értem el, úgyhogy nem panaszkodhatom. Majd augusztus 26-án fogunk elutazni Bukarestbe. Ez ugye a bajnoki sorozat második részének első állomása. Hogy mit várok el magamtól? Hát remélem azt azért tudom hozni, amit a helyi bajnokságon. Persze a fő cél az a döntőbe jutás. Jó időt futottál. Fel kéne hívd a menedzseredet, én már beszéltem vele. Május 15-ét az ENSZ a család nemzetközi napjának nyilvánította. A kezdeményezéshez hazánk is csatlakozott. Azóta ezen a napon a társadalom legfontosabb intézményére, a családra, ezzel együtt a szeretetre, az összetartásra.
battle, not a race! Just a race! Just I'm gonna win! I'm gonna win! Yeah, 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 yeah! Estére ne csinálj programot, mert apához megyünk 8-ra. Láttalak az utcán. Kivel? A pároddal. Igazán megnyerő férfi. És még orvos is. Milyen orvos is? Gyerek, nem lesz ez egy kicsit túl sok? Bízz csak rám. Jó napot kívánok! Szilasi Franciska vagyok. Önök a közszolgálati televízió híradóját látják. Ma van a család nemzetközi világnapja. Az új rendelet szerint kedvezményben részesülnek azok a családok, ahol legalább 3-18 éven aluli gyermek él egy háztartásban. A kedvezmény... Franciska, enned kell. Tudom. Tudod, hogy minden azon áll, tudom, hogy csak magadra figyelj. És hidratálni, hidratálni, hidratálni. Ezt el kell mondjam. Mikor Pekingben voltam, volt az a nagy verseny, és a verseny végén a stadionban, a pályán volt a fogadás. Nagy zabálás, piálás, nagyon sokan voltunk, és az a budapesti edző András rágyújtott egy cigarettára. Egyszer csak oda jött két ilyen vágott szemű, és valami teljesen idegen nyelven elkezdtek valamiket mondani, nem értettünk belőle semmit. És kivették a kezéből a cigarettát, és mondták neki, hogy smoke going down. Igen, ezt mondták neki, nem volt szabad dohányozni. Hát a kollega egész este szenvedett. Smoke is going down. Egyesen. Hát így is lehet ejteni. De a cigaretta öl, butít és a nyomorba dönt. Az a mértéktelenség. Minden dolognak van mértéke. Még a futásnak is. Franciskáról van szó? Nem, az egészséges életmódról. Én tudom, hogy mire van szüksége Franciskának. Szerintem csak Franciska tudja igazán. Meg én, aki születése óta együtt vagyok vele. Én tudom, hogy számára ez a legfontosabb verseny. Pontosabban kis... Fejezzétek be, kérlek szépen! Számomra ez már csak hobbi. Ezt nem teheted vele. Velünk. Állapotos vagyok. Nem csinálom ezt tovább. Na, mit hoztam? Wow! Bocsi, Ikeás! Na? Várjál!
Mennem kell, jó? Várnak a rendelőbe. Siess haza. Jó. Jövök, amint tudok, oké? Jó. Szép napot.